László Imrét, új DK-s polgármesterét köszöntjük a stúdióban, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. És reggelt. vendég kérdezünk, Huter Marianna Magyar Hangtól, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk. Köszönöm Tiéd a is az első hívást. kérdés. Jó reggelt. Magyar Péter egyik jelöltje többek között új Budán fog elindulni ön ellen a polgármesteri székért. Elkezdett aggódni? Nem, nem. Én sportoló voltam, és tudom nagyon jól azt, hogy a rajtvonalnál nem azon kell gondolkodni egyébként, hogy ki miért indul, hanem azon kell gondolkodni, hogy hogyan tudom a saját képességeimnek megfelelően a maximális teljesítményt elérni. De jó reggelt kívánok és kezeiket csókolom. Tehát a köszönésnek is itt a helye. Semmi. Az ég a világon. Én tudomásul vettem. Nem hisztériázok, nem kérdezem, hogy a, a, teremtő miért hozott abba a helyzetbe, hogy elindul a Tisza pártnak egy képviselője. Azt mondtam, úgy itt az ATV-be, a Vox műsorba Egonnak, hogy én vagyok a legkedvezőbb helyzetbe. Engemet nem az ígéreteim alapján kell megítélni, hanem az elmúlt négy és fél év munkája alapján. És hogyha az megfelelő, és azt mondják, hogy én, akkor megköszönöm. Ha azt mondják, hogy mástól várják az eredményt, akkor megköszönöm azt, hogy öt évig szolgálhattam a kerületet, és tiszta szívből azt kívánom az utódomnak, hogy érjen el jobb eredményt. Legyen sikeresebb a kerület életébe. Nem erről kell szólni egyébként, ami a hétköznapokban van a történetnek, hogy ez a bizonyos karaktergyilkosság és ennek számtalan változata. Ezek a dolgok engem nem érdekelnek. Tisztességes verseny. Hadd tegyem hozzá gyorsan, most meghirdettünk a jelöltek között egy dekrétet aláírni, ami arról szól, hogy tisztességes verseny legyen. Átlátható, tisztességes verseny a kerületbe, ennek van egy kitüntetett pontja. Gyerekeket a kampányba, politikai célból ne használjunk. Biodíszletnek, ugye? Mert a gyerek és a kiskutya vagy a cica az mindig az ember szívét melegíti. Ez nem, a, nem az a dolog. Úgyhogy De visszatérve, visszatérve, ön nagyon nagy nyugalommal vette ezek szerint, ezt tudomásul a DK, viszont például petíci, petíciót indított, hogy ne induljanak ellenzéki kerületekben a, a városvezetőkre a Tisza párt jelöltjei, akkor erről ön mit gondol? Az, hogy mindenkinek megvan a feladata. Én nekem a kerület szintjén az, amit elmondtam. Egy politológusnak, aki politikával foglalkozom, pedig az a feladata, hogy elemezze a kialakult helyzetet, és vonjon le belőle következtetéseket. És az országos elnökségnek? Ö, az országos elnökségnek, igen. De már csak az, hogy ott nem politológus elemzők ülnek, az országos elnökségben ott frontpolitikusok ülnek. Hát Tehát kénytelen ez kelletlen egyébként politológus is. szemszögéből nézik a dolgokat, hogy egyáltalán a párt szempontjából milyen változásokat hozhat. Abba ugyancsak nem tudunk belekötni, hogy tény és való, hogyha elvisz néhány százalékot, és gyakorlatilag azzal előtérbe hozza a Fidesznek a jelöltjét, hiszen ugye azt mondják az elemzők is, nem csak politikusok, hogy alapvetően az ellenzék oldaláról viszel a Tisza párt szavazatokat. A Fidesz részéről keveset. Tehát kialakulhat egy olyan helyzet. Ez az ő dolguk. Ez az ő dolguk. Én nekem arra kell koncentrálni, hogy az a kampány, amit mi folytatunk, meg az a munka, amit én most a mindennapokba végzek, az tisztességes legyen. Hogyha két, Talán kétféle irányból lehet megközelíteni, lehet több is ez akár, hogy miért döntöttek úgy, Magyar Péterék, hogy a 11. kerületben elindítanak önnel szemben egy jelölten. Az egyik lehet a csak faktor, mert hogy szükség volt erre, hiszen három kerületben kellett indítani a jelöltet, és éppen a új Budára esett a választás. A másik viszont lehet az, ami viszont kampány szempontjából önöknek lehet, hogy át kell egy kicsit rajzolni az eddigi stratégiát, hogy próbálják a kerület gyenge pontjait megtalálni, és akkor azt kinagyítani és felhangosítani. Erre mennyire tudnak előre készülni, vagy készültek-e egyáltalán, úgy, mint költségvetési terv például, vagy amit ugye a Kormánypárti sajtó is igyekezett mindig felhangosítani, hogy óvodákban volt-e pedofília gyermek bántalmazás, és akkor erre sokkal nagyobb fókuszt és hangsúlyt fektetni az önök részéről. Fantasztikus módon köszönöm a kérdését, mert két olyan dolgot tudok erre mondani, ami nem tőlem származik, hanem idéznem kell, hanem is szó szerint. Költségvetés. A K-monitor felmérése alapján Magyarországon a második. Legátláthatóbb gazdálkodást folytat a 11. kerület. Ezt gondolom, hogy a költségvetéssel kapcsolatban mindenképpen válasz. Zárójelbe jegyzem meg, hogy azt szoktuk mondani, hogy egyetlen egy fillért nem viszünk haza. Minden pénzt a kerületre fordítunk. A másik, amit említett, ami kétségtelen egyébként, talán az volt, hogy megpróbálják átolni a felelősséget. Két bírósági ítélet van a birtokunkban, a magyar nemzet és az origó ellen. A bíróság kimondta, hogy valótlanságot állítottak, és az önkormányzat, illetve az önkormányzat vezetője úgy járt el, ahogy el kellett járnia, késedelem nélkül és korrekt módon. Bírósági ítélet véd ezzel kapcsolatban, még akkor is, hogy közös plakátra raktak bennünket, hogy mi elhallgatjuk a dolgokat. Percre, nem órára és nem napra el tudunk számolni azzal, hogy konkrétan mikor mit tettünk ebbe az ügybe. Aha, bár mondjuk ezek még első elsőfokú ítéletek. Így igaz, így van. A magyar nemzetel és az origóval szemben, ahol arról írtak, hogy önök megpróbáltak volna csak így nagyon zanzásítani, eltusolni egy óvodai pedofil cselekményt, mint fenntartó. Az önkormányzat, de egy picikét térjünk még vissza az látogatás, az 4500 szavazattal verte meg, nagyjából, hogyha ő lehet, hogy pontosan emlékszik a számra, de bő 4000 szavazattal verte meg 2019-ben Hofman Tamást, ő volt az ön Fideszes kihívója azzal, hogy Orbán Árpád a Tiszapárt jelöltjeként megjelenik a kerületben ez a különbség, jó, az is több mint négy évvel ezelőtt volt, de ez a különbség az elégnek látszik -e arra, hogy megőrizze a pozícióját. Vannak-e méréseik? Mennyire kavar be a, a párt megjelenése? Úgy hát mindenképpen bekavar, egy pillanatig nem állítottam az ellenkezőjét. Az a kérdés, hogy az a négy és fél év, amit eltöltöttem az önkormányzat élén, mennyire hiteles az ott élőknek? Tehát gyakorlatilag nem, hogy is mondjam, kívánságlista ez a történet, hogy én azt szeretném, hogy én polgármester maradjak. Ez senkit nem érdekel. Az az érdekes egyébként, hogy azok az emberek, akik ott élnek, az a most jelen pillanatban 130 ezer ember a kerületből, az hogyan fog dönteni. Orbán a beszélt, aki azt mondja nem. egyébként, hogy az egészségügyben is például rendelkezik némi kitekintéssel közgazdászként. Igen. Valószínű, hogy fogok, mert a holnapi nap folyamán írjuk alá, kiküldtük egyébként az összes polgármester jelöltnek és képviselőjelöltnek azt a kis anyagot, amit mondtam, hogy a gyermekek védelméről szól, hogy ne használjuk a kampány időszakba. Minden bizonyal én úgy gondolom, hogy el fog jönni, közösen fogjuk aláírni ezt az anyagot, és akkor találkozom vele. Eddig még nem találkoztam, én nem ismerem őt országosan mi lehet Magyar Péter sikerének a titka, hiszen annyi embert az utcára tud vinni, amennyit a DK gyakorlatilag soha. Ezt azért is kérdezem, mert ugye már emlegettük a pártelnökségét, aminek ön is a tagja. Hát nézze... Fantasztikus, nagy tudású embernek kell lenni, aki kapásból meg tudja mondani azt, hogy mi a titka. Ugye azt szokták ilyenkor mondani, hogy a csillagok állása. Valahogy egy olyan helyzet alakult ki ma Magyarországon, különböző okoknál fogva, ugye ezek a különböző csillagok, amik egyértelműen és egy irányba mutatnak, hogy változás legyen. És a fellépése, most nem minősítsük egyébként a hangfelvétellel kapcsolatos dolgokat, tényekről beszéljünk. A fellépése és az elindulása ilyen cunamiszerűen váltotta ki azt az igényt az emberekből, hogy ő majd valamit tud tenni annak érdekében, hogy Magyarországon jobb életet tudjunk élni. Én nem tudom megmondani, én nem bonyolultam bele abba, hogy megpróbáljam elemezni. Tények, tények. Megnéztem a debreceni főszóra, debreceni vagyok, már csak azért is. Megnéztem, ugye a Fidesz otthona. Egy időben még arról is beszéltek, hogy a Magyarország fővárosa lesz Debrecen. Lázár János most is a nemzet fővárosának. Igen, így, így van, köszönöm szépen, akkor most már ezt helyére debrecen. fogom tenni, akkor azt mondom, hogy a nemzet fővárosa. Hihetetlen. Én a Kossuth teret ismerem, hát ott nőttem föl a nagyságát, a Csapó utca, a Hatvan utca, a Kálvin a betorkolása. Tele volt emberekkel, ez több tízezer ember volt. Ott, Debrecenben, ahol a Fidesz kitüntetetten talán Magyarországon a legerősebb. Ne becsüljük le a kormányközelés sajtó becslését, 6-800 emberről érte. Hát én, én nem fogadom el se, pró, se kontra ismerem egyébként ezeket a dolgokat, az egyik oldal lebecsüli, a másik meg túlértékeli. Ha már beszéltünk arról, hogy az önök kerülete, vagy akár ön személyesen értett támadás kerülete vezetőként pedofíliába bonyolódó óvodai esettel, és akkor a másik, ami úgy látom, hogy kiemelkedően fontos az önök számára, hogy kompányba ne használjanak gyermeket, akkor van egy aktuál politikai kérdés, hogy ugye született egy új törvényjavaslat Dunai Mónikától, arra vonatkozóan, hogy az egyházi szereplőket mennyire védheti a törvény, hogyha gyónás közben a tudomásukra jut gyermekbántalmazás. Ténye, információja. Nagyon nehéz ezt a dolgot kezelni politikai oldalról, hiszen egy vallási kérdésről van szó, de azért azt gondolom, hogy főleg akár önnek is, vagy akár a dk is van egy karizmatikus állásfoglalása ebben a kérdéskörben, pont akkor, amikor a gyermekvédelem ennyire a fókuszban van. Igen. Ö, én rendkívül fontosnak tartom természetesen azt hiszem, hogy nagyon kevés ember van, aki mást mond a gyermekeknek a védelmét. Én a magam részéről most ö, szubjektív emberi, saját magamból kiindulva. Én nem tudom elfogadni azt, hogy nyilvánosságra kerül, és egy jónás kapcsán nyilvánosságra kerül egy olyan büntet, ami súlyosan elítélendő, de ez lehet mondjuk egy gyilkosság. Lehet bármilyen jellegű erőszakos cselekmény, hogy arra vonatkozzon. Az egyháznak kellene ezt meglépni, nem is a politikának, hogy hogyan lehetne ezeket a dolgokat helyére tenni. Mert ez egy abszurdnak tűnik, hogy én elmegyek a paphoz és meggyónom azt, hogy hát bizony ezek a dolgok történtek, hát én tudom persze, és akkor föloldja, mert föloldja. Hát ez nem És akkor egy ezzel el van ezt intézzék el a nagy politika szintjén. Az én véleményem az, hogy ez így nem jó. Ugye az, hogy egy egyházi, ez egy szentségnek a kiszolgáltatása, nem akarom tényleg nagyon egyébként a történetben. De az, hogy milyen kereteken belül erre a katolikus közösségen belül milyen megoldások léteznek, az egy dolog, hogy bennünket nyilván a közjog, vagy a közösséggel, az állami joggal való együttműködés érdekel. A gyónási titok jelen pillanatban tudomásom szerint jogilag, az állami jog szerint az nem más, mint egy magánbeszélgetés. Másfelől például egy ügyvéd tudomás szerez arról, hogy az általa képviselt személy, vagy a védence az elkövetett valamit, ő sem köteles jelenteni, vagy orvosként, ön ezt pontosan tudja, egy pszichiáternek tudomására jut az, hogy az ő egyik páciense a mentális problémáinak a kezelése közben felfed olyan bűnöket, akár pedofil bűncselekményeket, azt sem, nem, hogy nem köteles jelenteni, az orvosi kötelezi, nem jelentheti fel a pácienset. Ráadásul a papa gyóntatószékben nem is mi tudja, hogy ki az, aki nála gyón. Azért mondom, Le, az hogy helyére kell tenni erre. ezt, mert itt van egy diskrepancia, van egy ellentmondás, mégpedig egy olyan ellentmondás. A hétköznapi beszélgetést ugye azt azért zárjuk ki, mert hogyha nekem tudomásomra jut valami, és én ezt nem mondom, meg később kiderül, akkor bűnpártolással engem a bíróság oka joga a felelősségre vonni, és elítél. Mert kötelességem a lenne minden dolgozik, ilyen a... információt egyébként hétköznapi emberként elmondani. Nincsen feljelent, általános feljelentési kötelezettség. Is Jó, is feljelentési nem vagyok kötelesség jogász, kötelesség. egyébként én mondtam saját szubjektív véleményemet mondom el, és ez a véleményem az, hogy igen, én nem tartom helyesnek egyébként ezeknek a súlyos dolgoknak, hogy mondjam a nem megfelelő kezelését. László Imre, köszönjük szépen, hogy itt volt ma reggel velünk, és beszélgethettünk néhány aktuális és Hútter is köszönjük a mai segítséget. Én is köszönöm szépen a kérdéseiket.